Az ukrajnai háború borzalmas, minden nap egyre többen halnak meg, családok szakadnak szét és gyermekek tízezrei maradnak apa nélkül, írta Szentkirályi Alexandra szerdai bejegyzésében a Facebook oldalán, kiemelve, hogy Magyarország már 5200 a háború elől elmenekült ukrán gyermek oktatásáról gondoskodik. A kormány szóvivő kifejtette, Magyarországnak fontos, hogy a háború sújtotta területről menedéket kereső emberek beilleszkedését segítse, ugyanakkor elvárja, hogy Ukrajnában is biztosítsák a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogait. Szentkirályi Alexandra egy videót is közzétett, amelyben magyarországi iskolájukban mutatkoznak be az ukrajnai gyerekek. A szóvivő a felvételen úgy fogalmazott, hogy a háború sújtotta Ukrajna területéről menekülő családok otthonra leltek Magyarországon. Jelenleg 5200 ukrán gyermek tanul magyar iskolában, óvodában, biztosítják számukra az anyanyelv használatát és segítik beilleszkedésüket a közösségekben. A magyar állam gondoskodik a gyerekek ingyenes oktatásáról, tankönyv ellátásáról és külön támogatásként heti 5 óra egyéni nyelvi felkészítésről. A gyermekek az iskolákban hasonló életkorú társaikkal szocializálódhatnak, játszhatnak, biztonságban érezhetik magukat, ami segíti a bennük felhalmozódott háború okozta feszültség oldódását, jegyezte meg Szentkirályi Alexandra. Az ukrán erők fokozatosan teret hódítanak az orosz csapatok ellen vívott harc során, jelentette ki a NATO főtitkára csütörtökön Kijevben. Jens Stoltenberg váratlanul előzetes bejelentés nélkül látogatott el az ukrán fővárosba. Volodymyr Zelenszkij elnökkel megtartott közös sajtótájékoztatóján úgy foglalt állást, hogy az orosz csapatok Moszkva birodalmi téveszméjéért harcolnak. Az orosz csapatok lakott területeket lőttek szerdán a Donyecki régió északi részén, aminek következtében egy helyi lakos meghalt, további 4 pedig megsebesült, közölte a Donyeck megyei ügyészi hivatal Facebook oldalán. Az előzetes adatok szerint az orosz erők irányított és nagy erejű bombákat vetettek be, valamint harckocsikból lőttek. Több mint 200 családi ház és kereskedelmi épület, gázvezetékek és az elektromos hálózat rongálódott vagy semmisült meg, írta közleményében az ügyészség. Az ukrán vezérkar esti harctéri helyzet jelentésében arról számolt be, hogy az ukrán rakétaegységek megsemmisítettek egy orosz légvédelmi rakétarendszert és 6 tüzérségi fegyvert, a légierő pedig 7 csapást mért orosz katonai összpontosulásokra. A katonai vezetés kiemelte, hogy folytatódik az ukrán offenzíva a Zaporizsja megyei Melitopol és a Donyecki régióban lévő Bahmut városok környékén. A beszámoló szerint szerdán 14 katonai összecsapás történt, az orosz erők 44 légi csapást hajtottak végre, és 27-szer nyitottak tüzet rakétasorozatvetőkkel az ukrán csapatok állásaira és lakott területekre. Oroszország újabb dróncsapásokat mért Ukrajna 3 régiójára csütörtökre virradóra, közölték ukrán tisztviselők. Az ukrán légierő közleménye szerint 34-et megsemmisítettek abból a 44 iráni gyártmányú drónból, amelyeket Oroszország az éjszaka folyamán indított Mikolajiv és Odessa megyék, valamint Kirovohrád ellen. Andriy Rajkovics, Kirovohrád megye kormányzója a Telegramon azt írta: rendkívül nehéz éjszaka volt. A régió fölött haladó sahedek egy része megsemmisült. Voltak azonban találatok is. Áldozatokról nincs hír, és a polgári infrastruktúrában sem keletkezett kár. Oleg Kiper, Odessa régió kormányzója dicsérte a légvédelmet. Nincs találat vagy pusztítás. Nem voltak áldozatok. Csak néhány kisebb tűz keletkezett a száraz fűben egy lezuhant sahed roncsai miatt. Mikolajivból nem érkezett jelentés károkról. A vadászrepülőgépek, légvédelmi rakétaegységek és mobil tűzcsoportok vettek részt a támadás visszaverésében, számolt be a hadsereg a Telegramon. Több egykori Wagner zsoldos, aki Fehéroroszországban tartózkodott, szerződést írt alá az orosz védelmi minisztériummal, és ismét feltűntek Ukrajnában, mondta el Ilja Jevlás, az ukrán keleti haderőcsoport szóvivője szerdán az Ukrajinska Pravda hírportálnak. A Wagner katonai magáncég egykori katonái ténylegesen jelen vannak a keleti haderőcsoport területén. Részt vesznek a harci cselekményekben. Javarészük Fehéroroszország területéről jött, ahol táboraik voltak. Most különböző alakulatokhoz osztják be őket, fejtette ki Jevlás.
A szóvivő szerint a zsoldosok már nem jelentenek akkora fenyegetést, amióta vezetőjük Jevgenyi Prigozsin meghalt. Andriy Demchenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője a hírportálnak elmondta, hogy több mint 6000 Wagner zsoldos tartózkodott Fehéroroszország területén, mostanra viszont csupán körülbelül 500-an maradtak. Az ukrán miniszteri kabinet kinevezte Rustem Umerov ukrán védelmi miniszter három helyettesét, jelentette be a legfelsőbb tanács képviselője Taras Melnyicsuk. A miniszteri kabinet Yuri Dzsihirt és Natalia Kalmikovot védelmi miniszter helyettesnek, Katerina Csernohorenkot pedig digitális fejlesztésért, digitális átalakításért és digitalizációért felelős védelmi miniszter helyettesnek nevezte ki. Mint arról korábban beszámoltunk, a legfelsőbb tanács szeptember 5-én menesztette Olekszij Reznyikov védelmi minisztert, helyette Rustem Umerovot nevezték ki a posztra, majd ezt követően 6 miniszter helyettest is felmentettek a védelmi tárcánál. A szakemberek befejezték annak a 10 kútnak a kialakítását, amelyekkel a zaporizsjai atomerőmű hűtővízellátása hosszú távon megoldható. Miután 2023. júniusában megsérült az erőmű hűtőtavának vízellátását biztosító folyógátja, fontossá vált a leállított atomerőművi blokkok hosszú távú alternatív hűtővízellátása. Mostanra kialakították azt a 10 kutat, amelyek vizével hosszú távon is megoldható a létesítmény hűtése, idézi az Országos Atomenergia Hivatal a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bejelentését. A talajvíz kitermelő kutak naponta mintegy 200 köbméter hűtővizet szolgáltatnak a blokkok és a pihentető medencék hűtéséhez. Az ügynökség arról is tájékoztatott, hogy várhatóan még egy kút fúrására van szükség a zaporizsjai atomerőmű teljes körű, hosszú távú hűtéséhez. A másik legfontosabb vízforrás továbbra is a telephely melletti nagy hűtőtó, amely a tározó magassága felett található. Mivel a reaktorokat több hónapja leállították, a becslések szerint az eddigi hűtésre használtó, a jelenlegi állapotok szerint is több hónapig képes biztosítani az atomerőmű hűtéséhez szükséges mennyiségű vizet. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség korábbi tájékoztatása szerint a nukleáris létesítmény biztonsága nincs közvetlen veszélyben. Október 1-től Kárpátalja összes legyőzhetetlenségi pontja újra kezdi munkáját. A döntést a megyei technogén ökológiai és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottság ülésén hozták meg, közölte Miroslav Bilecki, a megyei katonai adminisztráció vezetőjének első helyettese. Megyénkben 468 legyőzhetetlenségi pont van, 265 önkormányzati fenntartású, 41 a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának fenntartása alatt működik, 159 a benzinkutaknál, gyógyszertáraknál, bankoknál és szupermarketeknél található, 3 pont az ungvári, csapi, munkácsi vasútállomásoknál üzemel. A legyőzhetetlenségi pontok a bázisként szolgáló intézmények, szervezetek munkarendje szerint működnek majd. A Kárpátaljai Megyei Tanács minap lezajlott tanácsülése váratlan eseménnyel kezdődött, ugyanis a tanács elnöki posztját közel 2 éven át betöltő Volodymyr Csubirko benyújtotta a lemondási kérelmét. Mint ismeretes, egy nappal a tanácsülés előtt 27 különböző párthoz tartozó megyei képviselő bejegyezte a tanácselnök elmozdítására vonatkozó indítványát. Viszont úgy tűnik, hogy Volodymyr Csubirko nem akarta megvárni, míg ez terítékre kerül. Tisztelt kollégák! Szeretném megköszönni mindazoknak a támogatását, akik mindvégig kitartottak mellettem. Köszönet azoknak, akik látják az új jövőt, és azoknak is, akik készfogásnál lesütik a tekintetüket. Köszönöm a kormányzóknak is, és hogy elkerüljük a manipulálást, mert úgy látom, hogy van ilyen. Most felolvasom a lemondási kérelmemet. Az Ukrajna helyi önkormányzatairól szóló törvény 55. cikkelye 5. részének megfelelően idő előtt megszüntetem a 8. összehívású Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének felhatalmazását, annak képviselői mandátumának megtartása mellett.
Tehát a kérvényem önöknél van, ott van még a képviselők projektje. Mit is szeretnék kívánni önöknek? Három dolgot. Támogassák a hadsereget és a katonákat, mert ez fontos, hiszen ők védelmezik az országunkat. Gondoskodjanak a kárpátaljai lakosságról, mert ők választották meg önöket, és nekik köszönhetően vannak most itt, ebben a teremben. Óvják meg a szabadságot és a demokráciát, mert hatalmas árat fizettünk érte. Köszönöm. Az előírás szerint a lemondást a megyei tanács képviselőinek kell elfogadnia, ezért a kérelmet szavazásra bocsátották. Az ülésteremben jelenlévő 58 képviselő közül 57 támogatta a kérelem jóváhagyását. A hadi állapot idején a megyei hatalomgyakorlás majdnem teljes eszköztára a megyei katonai adminisztráció kezében összpontosul. A kormányzó rendelkezhet a megyei költségvetés felett, és határozatokat hozhat anélkül, hogy egyeztetne a képviselőkkel. Viszont ahogy arról Viktor Mikita, a kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője beszámolt, nálunk a megyei tanácsot is bevonták a folyamatokba. Ugyanakkor a kormányzó megjegyezte, hogy a korábbi tanácselnököt egy ingatag koalícióval bizonyos háttérmegállapodásoknak köszönhetően választották meg. Amikor látjuk a tanácsteremben ülők támogatását, látjuk, hogy 55 képviselő szavaz, akkor aligha beszélhetünk hatalombitorlásról. Inkább arról, hogy egy kollektív hivatali szerv, amely a háború ideje alatt is önálló és működőképes maradt, ahol, bár a törvény szerint nem kellett volna, de mégis működött a Költségvetési Bizottság. Minden képviselő értette, mire költi a megyei katonai adminisztráció a pénzt. Ami Volodymyr Csubirkót illeti, ő valóban jól, őszinte szívvel dolgozott és igyekezett megfelelően kommunikálni. De meg kell értenünk, hogy az a politikai konstrukció, amely különféle, a tanácstermen kívüli személyekkel összefüggésben hozott kötelezettségvállalásra alapulva alakult ki, akik bizonyos szabályokat diktáltak, ebben voltak bizonyos akadályok. A titkos szavazás keretében, amelyen 56 képviselő vett részt, a honatják a Fegyér Sándor professzor képviselő katona és jövőbeni budapesti magyar nagykövet javaslatára felterjesztett, a Népszolgálja párt színeiben politizáló Román Szarájt választották meg a megyei tanács élére. Jelölését 55 képviselő támogatta. A képviselők ilyen szintű támogatásának köszönhetően magabiztosan kezdhetek munkához. Az elsődleges dolog, amire ma a figyelmünket összpontosítani kell, az a nemzetközi partnerekkel folytatott munka. Ennek célja, hogy elősegítsük a győzelmünket, segítsük a fegyveres erőket és figyeljünk az igényeikre. Mint ismeretes, megyénkben tart a rehabilitációs központok kialakítása, ami nagyon nagy feladat. Ami az alelnököket illeti, ők továbbra is tisztségükben maradnak. Román Szaráj úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem tervezik a leváltásukat. Volodymyr Csubirko pedig ezentúl képviselőként folytatja munkáját a Kárpátaljai megyei tanácsban. Ma 2023-ban 1,75% bolygót használunk. Takarékoskodnunk kell és észszerűen kell felhasználni a bolygónkon rendelkezésre álló energiaforrásainkat, mert ha nem ezt tesszük, akkor a túlnépesedés, a klímaváltozás és a mérhetetlen környezeti károk miatt 2100-ra lakhatatlanná válhat a bolygónk. Erről Szili Katalina, Matthäus Corvinus Kollégium új beregszászi központjának évnyitó, a 21. század globális kihívásairól szóló előadásában beszélt. A miniszterelnöki főtanácsadó hangsúlyozta, minden ember tehet a környezet megóvásáért, de főleg a fiatalok felelőssége, milyen bolygót adunk át az utókornak. Van még egy speciális kérdés, amivel sokat foglalkozunk, ez pedig az, hogy hogyan lehet az oktatáson, nevelésen keresztül a következő generációkat ebben a kérdésben partnerül hívni, hogy az ő gondolkodásmódjuknak erre egy természetes része legyen az, hogy egy korlátos bolygónk van, erre vigyáznunk kell. Ezért nyilvánvaló, hogy az MCC első előadásán és egy ilyen rendkívül modern tehetségeket felkutató és oktató a következő nemzetünk értelmiségét jelentő
közösség előtt. Én azt hiszem, hogy még egy ilyen időszakban is, amikor mi ugyan a békét vágyjuk, de úgy látom, hogy a környezetünk ezt nem nagyon akceptálja, kell azért azokkal a kérdésekkel foglalkoznunk, amik egyébként reményeim szerint majd a békében tovább vihetők. Én azt gondolom, hogy igen, hiszen nem lehet a Kárpátalját sem kivonni azok alól a kihívások alól, amilyen akár a szegénység, társadalmi, szociális kérdések, akár a gazdasági kérdések, akár tekinthetném itt a környezeti vagy a kulturális kérdéseket is. Ugye nap mint nap azzal foglalkozunk, ami a klímaváltozás kérdéseit jelenti, de én ennél egy picit hátrébb lépnék, és talán a kisebb közösségekben az a legfontosabb kérdés, hogy mi az, amit mi tudunk tenni. Ugyanis van egy úgynevezett téridő diszkontálás, hogy amik távol van tőlünk, azzal kevésbé foglalkozunk, de én úgy hiszem, hogyha egyénenként mindannyian felismerjük azt, hogy nekünk dolgunk van akkor, amikor például vásárolunk, akkor, amikor a hulladékainkkal valamit teszünk a környezetünkbe, vagy akkor, amikor komposztálunk. Ha ez egy összefogásba történik, akkor én azt gondolom, hogy sokat teszünk, nem csak a ma emberért. Ön is érzi aztán... Dobsa Beáta, a Beregszászi Központ vezetője elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is változatos programokkal várják az érdeklődőket. A 2023-24-es tanév megnyitását követően már azonnal bele is vágtunk a közepébe, és amellett, hogy útjára indul ugyanúgy, mint évről évre a Fiatal Tehetség Program, a középiskolás program és a középiskolás mentor program is, így a rendezvény sorozataink is újra tárgykarokkal és nyitott ajtókkal várják azokat az érdeklődőket, akik szeretnének egy kicsit a mi közösségünkkel együtt épülni, új előadókkal megismerkedni, és annyit megígérhetünk, hogy az idei évben is nevesebbnél nevesebb és érdekesebb előadásokkal és előadókkal várjuk a kedves érdeklődőket. Az MCC Beregszászi Képzési Központjában október 12-én zajlik majd a következő nyitott előadás, amelynek témája a hulladékmentes életmód lesz. Tüzesen süt le a nyári napsugára, az ég tetejéről a juhászbojtárra. Sokunk számára ismerősen csengenek ezek a sorok, amelyek Petőfi Sándor máig méltán népszerű verses meséjéből származnak. Az 1844-ben írt elbeszélő költeményt Jankovics Marcell rajzfilmrendező vitte képernyőre 1973-ban. Az egész estés mesefilmet a közelmúltban digitálisan felújították, hogy a mai kor gyermekei számára is élvezhetővé tegyék. Gyere ki a vízből! Hadd öleljelek meg! Gyere ki a partra, csak egy pillanatra, rácsókolom lelkem piros ajakadra. A magyar-ukrán jószomszédi viszony keretében a János Vitéz animációs változatát Magyarország kijevi nagykövetségének köszönhetően lefordították ukrán nyelvre, majd ezután feliratozták azt. Kárpátalja több településén már ebben a formában tekinthették meg a fiatalok. Először a Perényi Zsigmond kultúrkúriában, majd a Munkácsi Mihály Magyarházban, később az Ungvári Hungarológiai Központban, most pedig a Dajka Gábor Líceumban került sor az egyórás alkotás megtekintésére. Nagyon szépen megköszönöm az Ungvári Magyar Főkonzulátusnak, hogy a Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményének rajzfilm feldolgozását elhozták most ide az iskolánkba. Ez 50 évvel ezelőtt készült rajzfilmnek a felújítása Jankovics Marcell rendezésében. Ez volt Magyarországon az első egész estés rajzfilm, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez minden magyar család életének részének kell, hogy legyen, mert valóban képi megjelenítésében és a mondani valójában maradandó élményt kell, hogy hagyjon mindenkiben, aki megnézi. És közösségi élményt is, mert együtt nézzük. Mi most itt egy kis szűkebb családdal, a régi szép emlékeimben meg a még szűkebb családommal néztük végig ezt a rajzfilmet. A mai gyermekeket sokkal nehezebb lekötni, mint 50 évvel ezelőtt, amikor elkészült ez a rajzfilm. A mai fölgyorsult világban ők is jobban szeretik a változatosságot. Tehát a figyelmük, az összpontosításuk ilyen hosszú időre nem garantálható, de ez a rajzfilm remélem segít abban, hogy
ráérezzenek arra, hogy néha türelem is kell ahhoz, hogy mélyreható élményeket szerezzünk. A líceumban tananyag? Petőfi Sándor János vitéze? Igen, tananyag. Ez benne van minden kárpátai magyar iskola tananyagában, úgyhogy a hatodik osztályosok a következő fél évben fognak vele megismerkedni, úgyhogy remélem ízelítőt kapnak belőle, hogy még nagyobb kedvel vegyék elő a könyvet, és olvassanak utána, hogy mi az, amit most itt láttak, és mi az, amit esetleg olvasás után ők elképzelnének ugyanezekre a jelenetekre. A mesefilm Magyarország ungvári főkonzulátusának jóvoltából került megtekintésre. A külképviselet tagjai hangsúlyozzák, amennyiben felkérést kapnak, a megye bármely oktatási vagy kulturális intézményébe szívesen ellátogatnak, és sort kerítenek a vetítésre. Magyarország kormánya a 2022-23-as évet Petőfi emlékévé nyilvánította. Ugye idén ünnepeltük januárban Petőfi Sándor születésének a 200. évfordulóját, és ennek kapcsán került felújításra a János Vitéz című animációs film. Minket a kievi nagykövetségen a kollégák kerestek meg azzal, hogy modernizálták a filmet, illetve ukrán nyelvű felirattal látták el, és felajánlották annak a lehetőségét, hogy a Petőfi emlékév keretében a kárpátaljai közönségnek is bemutassuk. A tavasz folyamán már voltak vetítések, nyár elején a tavasz végefele. Bemutattuk a filmet már Beregszázban, Munkácson, illetve már egyszer vetítettük itt Ungváron is, az óvodások is megnézték, akik szintén végigülték és nagyon élvezték. Ez a film ugye 50 éves, 1973-ban Jankovics Marcell készítette, rendezte a filmet, és ugye maga a film is tehát az 50 éves évfordulóját ünnepli. Nagyon örülünk, hogy a mai napon a kárpátaljai ungvári magyar iskolákba is, és elsőként itt a Dajka Liceumba tudtuk elhozni a filmet. Az 5.-6. osztályosok ülnek most a terembe, akiknél a 6. osztályosoknál ugye a második fél évben tananyag lesz, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ebben a filmmel is hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy a magyar gyermekek ezt a költeményt minél jobban, minél színesebben el tudják majd sajátítani. Ön annó megnézte az eredeti rajzfilmet, és milyen hatással volt önre? Igen, én úgy emlékszem vissza az emlékeimbe, hogy az iskolába, amikor én tanultam az általános iskolába, mi is megnéztük, és nagyon örülök, hogy ilyen képi, színes formában most felújításra, modernizálásra került, és én azt gondolom, hogy akár még az én gyermekeim is, akik ugye 18-20 év körüliek, nagy örömmel fogják, én fogom nekik javasolni, igaz, hogy most már nem tananyag nekik, de hogy nagy örömmel fogják ezt a filmet újra esetleg otthon velem együtt megnézni. A nagy érdeklődésre való tekintettel a közeljövőben Magyarországon is levetítik a Leszja Ukrainka iskola budapesti és nyíregyházi intézményeiben tanuló ukrán anyanyelvű gyerekeknek Petőfi Sándor örökértékű alkotását, a János Vitézt. A holokauszt kárpátaljai áldozatainak emléket állító táblát avattak a napokban Ungváron. A táblát az egykori zsinagóga mellett, amely 2016-ban felállított emlékmű közelében helyezték el. 1944 nyarán közel 100 000 kárpátaljai zsidót deportáltak az auschwitzi haláltáborba. A holokauszt borzalmait a kárpátaljai zsidóság mindössze 20%-a élte túl. Fogalmazott Arkadij Hendler, az emléktábla elhelyezésének ötletadója, aki hozzátette, hogy az apósa is a túlélők között volt. Egyfajta természetes szükséglet és akarat alakult ki bennem, hogy legalább egy kis emléket állítsak a holokauszt kárpátaljai történetének. Szerencsém volt, és tudtam beszélgetni a koncentrációs táborok túlélőivel. Tőlük tudok azokról a borzasztó körülményekről, amelyekben a kárpátaljai zsidók voltak. Megalkottam egy szöveget, amelyben megpróbáltam röviden leírni azokat a körülményeket, amelyek a II. Világháború után alakultak ki a zsidók.
zsidóság számára, a gettók elhelyezkedéséről és számáról itt Kárpátalján, az ott uralkodó helyzetről, valamint a haláltáborokba való deportálásokról. Továbbá az elhunytak és túlélők számáról, valamint azokról, akik végül visszatértek Kárpátaljára. És hát természetesen azokról az ukrán családokról, akik akár az életüket is kockára téve segítették a zsidókat a II. Világháború idején. Az ungvári Jurij Halpert nagyszülei az auschwitzi pokolban vesztették életüket. A férfi számára az emléktábla emlékeztetés a holokausztra, és arra, hogy az emberiség még mindig nem sajátította el teljes mértékben a történelem véres leckéit. A mai kor történelmi eseményei azt mutatják, hogy ez az esemény nincs kiszakítva a történelmi kontextusból, hanem annak a láncolatnak a része, amely nem lett legyőzve a múlt században. Vagyis a nácizmust legyőztük, de az képes más formát ölteni, mint ahogy ezt ma is láthatjuk. A lényege viszont ugyanaz, embergyűlölet, agresszió, megszállás. Sajnos beigazolódott, hogy az emberiség nem tanulta meg a leckét. Тобто це же хіття ще, на жаль, підтвердило, що історичні уроки ще не засвоєні людством. Az emléktábla elkészítését a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció támogatta. Alkotója az ungvári Roman Murnik szobrászművész. A táblán található egy QR kód, amelynek leolvasását követően bővebb információhoz lehet jutni a kárpátaljai holokausztról.